A gyáva oroszlán. Dorka és társai egész idő alatt sűrű erdőben haladtak. Az út továbbra is sárga téglával volt kövezve, de avar száraz gaj borította, és nem valami kényelmes járás esett rajta. A rengetegnek abban a részében kevés madárakat, mert a madarak a szabad tájat, a napsütést kedvelik. Néha-néha azonban fenyegető morgás hallatszott a sűrűből. A fák közt nyilván valamiféle vadállat rejtőzködött. A kislány szíve hevesen kalapált a morgás hallatára, mert nem tudta, milyen állat adja ezt a hangot. Totó azonban tudta. Egy lépést sem tágított dorka oldala mellől, és még csak nem is ugatott válaszképpen. Mikor érünk már ki az erdőből? kérdezte a leányka a bádokfavágótól. Nem tudom, Sose jártam a Smaragd városban, volt a válasz. De apám egyszer járt ott, amikor én még legényke voltam, és azt mondta, hosszú útat kellett megtennie veszélyes vidékeken át, jól lehet, magának a városnak a környéke gyönyörű szép. De én nem félek semmitől, ami kéznél van az olajozóm. A madári esztőnek sem árthat semmi. Te pedig homlokodon viseled a jó boszorkány csókjának bélyegét, és ez megoltalmaz minden bajtól. – És Totó? – kérdezte a leányka aggodalmasan. – Totót mi oltalmazza? – Totót? – nekünk kell megvédenünk, ha bajba kerül. – felelt a bádogfavágó. Alig, hogy kimondta, iszonyú bőgés hangzott fel az erdő mélyéből, és a következő pillanatban óriási oroszlán ugrott elébük. Mancsa egyetlen csapásával az útszélére penderítette a madári esztőt és azután a bádok favágónak ment neki éles karmaival. A legnagyobb ámulatára azonban körme nem hatolt be a bádokba, jól lehet a favágó hanyat esett, és nem moccant. A kis totó bátran nekirontott az ellenségnek most, hogy végre szembe került vele, ugatva szaladt feléje, és az oroszlán már eltátotta a száját, hogy megharapja, amikor dorka, tutú életét féltve és a veszélye mit sem törődve, odaugrott elébe, Akkorát csapott az orrára, amekkorát csak tudott, és rári volt. Nem mert bántani Totót! Szégyed magad! Ekkora nagy állat létedre nem állt megharapni egy szegény kiskutyust! Nem haraptam meg! válaszolta az oroszlán, és mancsával dörzsölgette dorga ütésének fájdalmas nyomát az orrán. De meg akartad harapni! vágott vissza a leányka. Tudod, mi vagy te? Gyáva kukac! Tudom! válaszolta az oroszlán és rostelkedve horgasztotta le a fejét. Mindig is tudtam! De mit tehetnék ellene? Honnan tudjam, ha te se tudod, megütni egy kitömött embert, a szegény madár kihallott ilyet? Ó, hát ki van tömve? Kérdezte az oroszlán meglepetten, miközben nézte, ahogy Dorka fölveszi a földről a madári esztőt, talpra állítja és emberi formába paskolja. Persze, hogy ki van tömve, nem látod? Válaszolta a dorka, még mindig mérgesen. Hát ezért dűlt föl olyan könnyen, jegyezte meg az oroszlán. Mindjárt csodálkoztam, hogy akkorát bukfencezik a levegőben, és ez a másik is ki van tömve. Nem, ez bádokból van, magyarázta dorka, és talpra segítette a favágót. Ezért csorbult ki rajta a körmöm, mondta az oroszlán. Ahogy megkikordult a bádogom, végigfutott a hátamon a hideg. És mi ez a kis állatka, amit annyira féltesz? Ez a kutyuskám, a totó, válaszolt Dorka. Bádokból van? Vagy ki van tömve? Egyik sem. Totó, bizé, húskutya. Aha, figyelemre méltó állat. És most, hogy jobban megnézem, csak ugyan nagyon kicsike. Igazán csak a magamfajta gyáva akarhat megharapni egy ilyen kicsiny állatot folytatta az oroszlán bűnbánóan. – Hogy lettél ilyen gyáva? – kérdezte Dorka, és álmékodva méregette a hatalmas fenevadat, akkora volt, mint egy kisebb fajta ló. – Örök rejtély. válaszolta az oroszlán. – Azt hiszem, így születtem! – az erdő állatai persze elvárják, hogy bátor legyek, mert az oroszlánról mindenütt azt tartják, hogy az állatok királya. Azt is kitapasztaltam, hogy ha nagyon hangosan ordítok, minden teremtett lélek megijed, és hanyathomlok menekül előlem. Valahányszor emberrel találkoztam, halálosan megrémültem. De aztán elbődültem, és az ember a nyaka közé a lábát, és elrohant. Ha elefánt, tigris, medve valaha is kikezdett volna velem, én lettem volna az, aki elszalad, olyan gyáva vagyok! De mihelyt meghallják a bőgésemet, minden elhordják az írhájukat, és én persze hagyom őket menekülni. De hát ez sehogy sincs rendjén, az állatok királya ne legyen gyáva, jegyezte meg a madár ijesztő. Tudom, felelte az oroszlán, és farka egy köncseppet törölt ki a szeméből. Ez az én nagy bánatom, és életem megrontója. De mit csináljak? Mi helyt veszélyt érzek? A szívem kalapálni kezd. Talán szívbajos vagy, vetette föl a bádogfavágó. Meg lehet, bólintott a gyáva oroszlán. Ennek örülhetsz, fűzte tovább a szót a bádogfavágó, mert ez azt jelenti, hogy van szíved. Nekem sajnos nincs, ezért szívbajos sem lehetek. Talán, ha nem volna szívem, nem lennék gyáva. Tűnődött az oroszlán. Eszed van, érdeklődött a madár ijesztő. Biztosan van. Sose néztem utána, válaszolta az oroszlán. Én azért megyek a nagy ózhoz, hogy eszet kérjek tőle, magyarázta a madár ijesztő, mert az én fejem szalmával van kitönve. Én pedig szívet akarok tőle kérni, közölte a bádogfavágó. Én meg azt kérem tőle, hogy küldjön haza kanzazba Totóval együtt, tette hozzá Dorka. Mit gondoltok? Ósz tudna nekem bátorságot adni? kérdezte a gyáva oroszlán. Épp olyan könnyen, mint nekem eszet, szólt a madár ijesztő. Vagy nekem szívet, így a bádogfavágó. Vagy engem hazaküldeni kanzaszba, fűzte hozzá Dorka. Akkor, ha megengeditek, én is veletek tartok, mondta az oroszlán. Hova tovább elviselhetetlennek érzem az életemet egy kis bátorság nélkül? Kapóra jön a társaságod, felelte Dorka. Ha velünk vagy, a vadállatok biztosan elkerülnek, szerintem azok még nálad is gyávábbak lehetnek, ha olyan könnyen megijednek tőled. Való igaz, mondta az oroszlán. De ettől én még nem leszek bátrabb, és amit tudom magamról, hogy gyáva vagyok, addig nem lehetek boldog. Így hát, a kis társaság ismét elindult célja felé, az oroszlán dorka oldalán haladt méltóság teljes léptekkel. Totónak eleinte sehogy se tetszett az új utitás nem tudta elfelejteni, hogy kis ilyen halálát telte az oroszlán hatalmas álkapcsa között. De ahogy telt múlt az idő, a neki bátorodott, és a végén szépen megbarátkoztak egymással a kutyus, meg az oroszlám. Aznap több kaland már nem dúlta a felnyugalmukat. Egyszer igaz, a bádogfavágó rálépett egy bogárra, amely az útszélén mászott és agyon taposta. Ettől nagyon elszontyolodott, mert mindig vigyázott, hogy meg ne bántson semmiféle élőlényt, és ahogy tovább ment, a szomorúság meg a bűnbánat néhány könycseppet facsart ki szeméből. A könnyek lassan lecsorogtak orcáján, megakadtak alsó állkapcsa zsanériában, és ott rosdásodni kezdtek. Mikor Dorka legközelebb kérdést intézett hozzá, a bádokfavágó nem tudta kinyitni a száját, mert az állkapcsa berosdált. Szörnyen megijedt, mikor észrevette, és élénk handabandázással jelezte Dorkának, hogy segítsen, de a kislány nem értette. Az oroszlán sem jött rá, hogy mi a baj. De a madár gyorsan kikapta Dorka kosarából az olajozót, és megolajozta a favágó állkapcsát. A favágó így pillanatokon belül ismét épp olyan jól tudott beszélni, mint annak előtte. Ebből az a tanulság, mondotta, hogy nagyon meg kell néznem, hová lépek, mert ha megint eltaposnék valami bogarat vagy rovart, megint elpityerednék, és az állkapcsom úgy berosdálna, hogy nem tudnék megszólalni. Attól fogva vigyázva lépkedett, örökké az utat kémlelte, és ha meglátott egy-egy picurka hangját, óvatosan átlépett rajta, nehogy agyon tapossa. Tudta magáról, hogy nincs szíve. Ezért különösen vigyázott, hogy sose legyen szívtelen vagy kegyetlen senkihez és semmihez. Akinek van szíve, szokta mondogatni, annak van, ami útba igazítsa. Így sose kell rosszat cselekednie, de én nekem nincs szívem, és ezért különösen kell vigyáznom. Persze, ha Óz ad majd nekem szívet, már nem kell olyan nagyon óvatosnak lennem.